Kisöcsi, nagyöcsi és az ikrek éppen a frissen, direkt nekik melegített tejért indulnak a nemrégen született bárányok. A négyes ikrek gazdája a szexár melletti Görögszón él. Ő azt mondja, az, hogy négyes ikerjuhok szülessenek egy alomban, rendkívül ritka eseménynek számít. Általában ugye zömében tavasszal ugye ellenek, január-februárban, tehát képes mínusz 20 fokba is megelleni, és hát ugye nagy zömében általában egy-két bárány szokott elleni. Szerintem túl jó vannak tartva, és ezért van ez. Tehát beszéltem egy ismerőssel, édesapámék mondják, hogy van ismerősük, 300 birkájuk van, és még, tehát ugye már nyugdíjasok még nem találkoztak ilyennel négyes elléssel. A néhány hetes állatok most még csak tejet kapnak, amit minden esetben cumiból isznak. Zsolt viszont ezt a táplálékot hamarosan vízzel kezdi higítani, hogy a fiatal négylábúak minél előbb megtanuljanak önmaguk enni. A gazda azt mondja, a bárányokhoz rengeteg időre és türelemre van szükség, de a barátságos állatok minden másodperc törődést meghálálnak. A legkisebb az a születése óta cumisztatva van, a másik, amelyik odajött később, ő 3 hetes koráig még az anyjánál zacskos tejen volt, és utána látszott rajta, hogy mondjam, tehát éhezik idézőjelbe, és akkor ugye ő nála is akkor kezdtem el a szoptatást. A bárányok néhány hétig még biztosan gazdájuknál lesznek, a későbbi sorsukról Zsolt még nem döntött.